A plüssmackó világhódító útja a 20. század elején kezdődött, 1902-ben Margaret Steiff játékkészítő műhelyében megalkotta az első mackót, mely a nem túl hangzatos 55 PB modellnevet kapta. Nagyjából ugyanebben az időben került piacra az Egyesült Államokban egy hasonló medve. A Washington Post 1902. november 16-i számában ugyanis megjelent egy cikk Theodore Roosevelt egyik vadászatáról, melyen az elnök nem volt hajlandó lelőni egy fogságba ejtett medve bocsot a sajtófotók kedvéért. Ennek hatására készítette el egy orosz bevándorló a Teddy macit. Nem kellett sok idő a népszerűvé váláshoz, néhány évvel később már valóságos mackó őrület tört ki az Egyesült Államokban. Tudta, hogy ideje tenni valamit. Csak hogy csekély értelmű medvebocs volt ő. Ha gondolkodott, azt roppant körültekintően tette. Nem gondolok semmire, vagy igen? Azt hiszem mégse. Gondolj! Aztán Angliában is megkezdődött a mackók gyártása. 1926-ban jelent meg Milne Mici mackó kötete, melyben fia Christopher kalandjait írta le plüss állataival. A plüss mackók mára klasszikus gyermekjátékká váltak, néhány régebbi darabja azonban vagyonokat is érhet a komoly gyűjtők számára. Nos, hazánkban is vannak fanatikus mackórajongók, egy ilyen gyűjtő kiállítása érkezett most Székesfehérvárra, az Aranybulla könyvtárba. Kőszegi Máriának az anyaga, ő Sziget-Szentmártonban él, és hát ő bocsájtotta rendelkezésünkre ezt az anyagot, de hát ez csak egy töredéke annak a gyűjteménynek, amit az ő lakásában úgymond található. És hát nagyon örülünk neki, hogy helyet adhatunk. Különösképpen azért, mert ugye néhány hete befejeződött az iskola, és ilyenkor ugye megszaporodnak a gyermekolvasóink, látogatóink, és hát az ő örömükre is szerettük volna ezt a kiállítást megrendezni. Mária nagyon régóta gyűjti a mackókat. Kezdődött ő az ő általa gyerekkorában gyűjtött egy-két darabbal, illetve kapott egy-két darabbal, ami hát már van köztük közel 60 éves. És aztán a későbbiekben a lánya, úgy 16-17 éves kora körül, ugye különböző alkalmakra, névnap, karácsony, születésnap kapott egy-egy darabot. És hát ezeket nem vitte mindet, az egész gyűjteményt ugye magával, csak egy-kettőt, ami kedves volt neki, és a többi úgymond az édesanyjára, Máriára maradt, és hát ezeket szaporította, gyarapította. Itt vannak ugye öregek, fiatalok, kicsik, nagyok, testvérek, ikrek, és ami még különlegessége a gyűjteménynek, illetve az itt láthatóaknak, hogy vannak a pulóveres macik, amikről azt kell tudni, hogy a családtagok készítették a macikra ezeket a pulóvereket. Abszolút szenvedélyes gyűjtő, úgyhogy fölkutatja ezeket a különleges darabokat, és külföldről is vannak mackók. Augusztus 1-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.